Jó estét kívánok, ez a Kommentár Klub, az M5 televíziós folyóirata, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a nemzetközi médiumok szerepéről és a mozgalmi energiáról a politikában. Amivel pedig kezdünk, külföldről befolyásolnák a magyar választásokat a médián keresztül. Ez derült ki a Transzparens újságírásért alapítvány felméréséből. A nemzetközi szervezetek a balliberális sajtóval együttműködve hálózatot alakítottak ki, és a médiumokon keresztül közvetítenek bizonyos nyugati ideológiákat a magyar állampolgárok felé. Ez pedig a hazai választások eredményét is befolyásolhatja. Meghívtak Brüsszelbe és Strasbourgba, hogy egyedi eseményekről tudósítsak. Ilyen szituációkban az újságírókat gyakorlatilag utasítják, hogy hová menjenek és kivel beszéljenek. Ezt mondta egyebek mellett Kálmán Mátyás a Magyar Nemzethez eljuttatott Skype interjúban. A 24.hu újságírója beszélt arról is, hogy nem lehet tudni, valóban független egy újságíró, vagy azért ír meg dolgokat, mert megvesztegették. A lap birtokába került dokumentumok szerint több nagyobb baloldali médium mögött ott áll a Soros György által képviselt Nyílt Társadalom Alapítvány. A nemzetközi szervezet támogatja a 444.hu kiadóját finanszírozó alapot, résztulajdona van a Magyar Narancs című heti lapban, de több oknyomozó portált is fenntart, mint például az átlátszó.hu-t vagy a Direkt36-ot. Bencsik András úgy véli, komoly küzdelem dúl az egész világon a konzervatív és a liberális nézetek képviselői között. A külföldről pénzelt médiumok pedig egyértelműen liberális értékeket közvetítenek. A liberális felfogás bizonyos értelemben felháborítónak tartja, hogy vannak lázadó országok, mint Magyarország, mint Lengyelország, bizonyos fokig Szlovákia, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket a spontán folyamatokat akadályozzák vagy fékezzék. A Magyarországon működő baloldali médiumok az álcivil szervezetekkel együttműködve idegen érdekek mentén tevékenykednek, miközben látszólag a magyar közvélemény hiteles tájékoztatóinak állítják be magukat. Erről már Fritz Tamás beszélt. A politológus szerint a balliberális média a globális elit ideológiai, szellemi erőszak szervezetévé vált. Valójában rá akarják kényszeríteni az emberekre, hogy hogyan lássák a világot, hogyan gondolkoznak dolgokról, milyen értékeket valljanak, és végül hogyan szavazzanak egy választáson. Tehát ezeknek a veszélyességi foka nagyon erőteljes, mert jól tudjuk, hogy a választások sok tekintetben már a médiumok világában dőlnek el. Ez van, ez a lényeg, röviden erősítő. Ezek mind olyan baloldali média platformok, amelyek magukat függetlennek és objektívnek vallják, közben jól látható, hogy kizárólag baloldali politikai tartalmakat közvetítenek, mondja Bohár Dániel. Ezeket a cikkeket ráadásul több tízmilliós összegekkel hirdetik, a pénzforrása azonban nem tisztázott. Van egy legenda, amely szerint ezen független objektív médiumok mikroadományokból működnek. Ezeket így időről időre nyilvánosságra is szokták hozni, hogy milyen mikroadományokat kaptak, de hát mi, akik mondjuk a médiában dolgozunk, azért tudjuk jól, hogy ez alapvetően nem egy olyan műfaj, ahol így mikroadományokra tervezve egy médiavállalkozás tud működni. A Transzparens újságírásért alapítvány elemzői utána jártak, hogy valójában kik állnak ezen platformok mögött. A szálak visszavonult baloldali politikusoktól egészen a Nyílt Társadalom Alapítványig vezetnek. A kutatásból kiderült, hogy az Ez Van és az Ez a Lényeg nevű portálok üzemeltetője az Orákulum 2020 Kft., amelynek tulajdonosa Páva Zoltán, korábbi baloldali polgármester fia. Az erősítő.hu kizárólag baloldali médiumok politikai cikkeit népszerűsítik. A fenntartó cég Tallinnban, Észtországban van bejegyezve. A tulajdonosa pedig Bajnai Gordon egykori személyes tanácsadója és kabinetfőnöke, a baloldali együtt korábbi elnöke, Szigetvári Viktor. A Transzparens újságírásért alapítvány vizsgálatából kiderült az is, hogy ugyanitt található a Datadat és a Datapraxis székhelye is. Előbbi tulajdonosa Bajnai Gordon cége, utóbbit pedig az a Paul Hilder vezeti, aki 2000-ben társalapítója volt az Open Democracy szervezetnek, melyet részben a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszíroz.
A Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzője szerint ezek a cégek adatokat gyűjtenek a magyar emberekről, és azok felhasználásával akarnak beavatkozni a hazai választásokba. Látszik az, hogy ők egy agytrusztot, egy kört létesítenek, aminek a feladata az az, hogy a magyar választásokon ideje alatt ezeket a médiába burkolt hirdetéseket a lehető legoptimálisabban, lehető leghatékonyabban és profibban tudják célozni a választókra, a fogyasztókra. Nagy Károly hozzátette, aggályokat vett fel, hogy a céghálózat nem Magyarországon van bejegyezve, így könnyen kikerülhetik a kampányidőszakra vonatkozó jogszabályokat. Közben pedig a globális elit ideológiáját közvetítve próbálnak beavatkozni a hazai politikai életbe. Vendégeim ma este Békés Márton történész, a Kommentár főszerkesztője, Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője, Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője, és Földi László titkosszolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szervusztok, jó estét kívánok nektek! Most itt tulajdonosi szerkezetről beszéltünk, meg támogatásokról beszéltünk. Mi a helyzet ezzel, hogy mennyire fontos egy weboldal vagy egy újság mögött a finanszírozói háttér és a tulajdonosi háttér, és a támogatói háttér? Mondhatnám úgy is, hogy azt írják el, amit a támogató akar. Hát nyilvánvalóan a költői a kérdésben, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, de miért is nem lepődünk meg például azon, hogy ilyen mennyiségben érkeznek ezek a bizonyos új, egyébként nem csak a régiek, hanem az új megoldások is a másik oldal részéről. És én Isten bizony egy dolgon azért meglepődök, hogy gyakorlatilag már nem a háttérben szervezik az együttműködésüket, hanem kiléptek a fényre, és azt mondják, hogy mi így és ennyien össze fogunk állni, és így és ilyen stratégia mentén megyünk. Ki akartak lépni a fényre, vagy kiléptek, mert mondjuk a Transzparens Újságírásait Alapítvány rákényszerítette őket? Nem, én azt gondolom, hogy kiléptek onnan enélkül is, hiszen tulajdonképpen ha nem akarják, hogy ez publikus legyen, akkor letagadtak volna mindent, hogy az elmúlt időszakban is mindig megtették. De szerintem pillanatnyilag nem is ez a kérdés. A kérdés az, hogy a Iprodban is elhangzott több olyan mondat, miszerint meg nem engedett információt kezelnek, befolyásolnak, és olyan módon avatkoznak a politikai életbe, amely gyakorlatilag azért törvényileg valamilyen szinten védett és lokalizált. Na most, hogyha ezt tudjuk és bizonyítjuk, akkor két megoldás van. Az egyik, hogy ezeket ki kell iktatni a rendszerből, hiszen a törvények ezt lehetővé teszik, akkor miért nem tesszük meg? A másik, hogyha mégis megjelenik egyfajta súly mondjuk a jobboldal érdekekhez képest, akkor a jobboldalnak rá kell kapcsolni. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ők a saját világukat próbálják, és a saját gazdáik által meghatározott világot próbálják erőltetni és megjeleníteni. Ebben azt gondolom, hogy nagyon meglepetés nem lehet. Ahogy ezt teszik, szerintem itt vannak azok a kérdőjelek, amelyeket tisztázni kellene, függetlenül attól, hogy egy választásra készülünk, vagy egyszerűen csak a média súlyokat és ellensúlyokat próbáljuk értelmezni. Egyszer készítettem egy táblázatot, ez jelenleg a birtokomban van, barátaimnak szoktam elküldeni, de lehet, hogy rossz a célzásom, és valójában a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknak kellene címeznem ezt a táblázatot. A táblázat semmi különöset nem csinál, bármelyikünk néhány kattintással el tudja végezni, úgyhogy az én munkám olyan nagyon különös nem volt. A táblázat azt tartalmaz, hogy melyik, mondjuk azt, hogy ellenzéki, balliberális, magát független, objektív sajtónak nevező média orgánum milyen támogatásokból él, saját bevallása szerint. Tehát nem arról van szó, hogy mi jön a gonosz összeesküvéseket gyártó jobboldali elemző, és akkor jó rájuk sütögeti, hogy miből élnek, hanem a közhasznú jelentéseikből, adatszolgáltatásaikat letöltöttem, és ezeket a PDF-eket, hosszas Excel táblázatokat megnézegettem, és felírtam magamnak, hogy ki milyen forrásból él. Az, hogy a Open Society Foundations és ennek különböző leányvállalatai a támogatásoknak mondjuk az 50%-át adják, az egy dolog, de emellett a Bertelsmann csoport különböző jellemzően észak-európai, skandináv
alapítványok szintén nagyon jelentős súlyt és anyagi forrást biztosítanak ezeknek a fórumoknak. Emellett viszont a Holland állam alkalmasint Nagy-Britannia és jellemzően az Egyesült Államoknak a nagy követségei is különböző, persze pályázati úton finanszírozzák. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy magyarországi, többnyire ellenzéki orgánumokkal milyen befolyás érkezik, akkor jellemzően amerikai befolyás érkezik. Ez az amerikai befolyás lehet állami, tehát a külügyminisztérium vagy az amerikai kongresszus nyíltan finanszíroz valamit, akkor ott amerikai befolyás van, állami befolyás van, és vannak nem állami, de szintén az amerikai Egyesült Államokhoz köthető befolyások. Én azt gondolom, hogy ezeket a fórumokat minimum fel kellene címkézni, tudatni kellene, mert csak fogyasztóvédelmi okokból is, hogy a médiafogyasztó azon a felületen mit kap. Amikor elmegyek a vegyesboltba, és látom a tejpultot, és azt látom, hogy van olyan tejtermék, amire ráírják, hogy UHT tej, és van olyan tejtermék, amire ráírják, hogy ez reggeli ital, hiszen egészen egyszerűen nincs annyi zsírtartalma, hogy tejnek lehessen minősíteni, szerintem a médiáknál is így kellene eljárni. Van a feliratozás nélküli média, amit tudjuk, hogy milyen pénzből működik, és van a feliratokkal ellátott média, ami tudjuk, hogy valamilyen idegen állami, vagy idegen nem állami érdekeket szolgál. Szerintem hát szokták ezt mondani nagyon rossz indulattal, hogy aki fizet, az zenéltet. Ez van a média világában is. És sőt, hogyha ezt kiegészítjük, hogy említetted a felcímkézést, és ennek ellenére a mai magyar köztudatban, nagyon sokakban, főleg akik a balliberális médiumokat, televíziókat nézik, és egy ilyen nagyon konzekvensen használják ezt a független objektív versus propaganda média besorolást, és amikor az ember ezeket a bejátszásokat, tényfeltárásokat, illetve hát egyszerűen csak itt a bejátszásban említett néhány médiumnak a címadását bármelyik napszakába érdemes végigpörgetni, akkor azért elég erősen látszódik, hogy ez a fajta propaganda, hogy mi a független objektív, ez nagyon jól működő propaganda, és viszont az látszik, hogy a fiataloknál, a fiatalabb olvasóknál ez nagyon erősen befolyásolja, és ők adott esetben ezt elhiszik, ezt a felcímkézést, mert tényleg napi szinten, konzekvensen minden egyes beszélgetésben elmondják, és egyszerűen nem igaz. Erre egy nagyon jó példát, bocsánat. Hadd hozzak. Egy időben sportot tűztem abból, hogy gyűjtöttem azokat a képernyő másolatokat, ahol ilyen felcímkézések voltak, például az arab tavasz idején lelkesen a balliberális független objektív sajtó megírta, hogy megbukott Orbán Viktor szövetségese. Megbukott valaki, valahol volt egy pucs, valahol volt egy forradalomnak nevezett kívülről szított rendszerváltási kísérlet, és mindig megírták, hogy az illető Orbán Viktorhoz képest milyen referenciális keretbe helyezkedik el. Ez egy nagyon bonyolult szemantikai háló, amit ezek a médiák szőnek. Ennek a lényege, hogy azt próbáljuk sugalni, hogy mindenütt a világban, akit Orbán Viktor egyszer már látott, és alkalmasint egy gyümölcsöző kereskedelmi szerződést kötött vele, az a bukás útján jár, Orbán Viktorral nem jó barátkozni, Orbán Viktor világának határai leomlanak, semmi mást, mint ezt sugallják ezek a médiák. Amennyiben Orbán Viktor nyílt szövetségesei, például Janez Jansa, vagy a lengyel kormánypárt győzött, akkor viszont sose olvastunk olyat, hogy Orbán Viktor szövetségesei hatalmas győzelmet arattak. Megint győzött Orbán Viktor szövetségese. Tehát ez egy szemantikai játék. Szoktuk azt mondani, hogy azért amikor leadjuk a szavazatainkat, akkor az már csak egy végső cselekvés,
mert azelőtt már a meccset meg kellett nyerni, mondjuk a médiában, vagy ezen a szemantikai nyelvpolitikai küzdőtéren. Értékes gyűjteményed van, meg táblázataid, értékes igen. Táblázataid vannak. Most azért értékes, mert ezek tényleg nemzetbiztonsági kérdések is, hiszen végső sorban a választás, ugye talán éppen a múlt héten a Kommentárklubban valahol itt fejeztük be a beszélgetést, hogy a szuverenitásnak nagyon fontos része, hogy a sajtó szuverén legyen, és valóban önálló, a belső fejlődést támogató döntéseket tudjon hozni. Hát itt láthatjuk, hogy ez nem teljesen így van. A külföldi érdekcsoportok, hogy mondjam, indirekt befolyás szerzéséről beszélhetünk ilyen esetekben, amikor érkeznek ezek a támogatások? Hát azt gondolom, hogy igen, ezt nyugodtan kimondhatjuk, hiszen elég egyértelmű, ugye engem az lepett meg a legjobban, és szerintem az a legérdekesebb, amikor állami forrásokat látunk ezeknél a finanszírozásoknál. Tehát sokszor látjuk a holland államot, a norvég államot, a norvég alappal kapcsolatban elég sok konfliktus is volt az elmúlt években, ugye az amerikai államot, stb. Tehát amikor egy állam finanszíroz ilyen-olyan módokon egy másik államon belül sajtótermékeket, civil szervezetnek nevezett fedőszervezeteket és egyéb módon más dolgokat, személyeket, akkor az azért elég sok kérdés felvet szerintem, és ugye az nyilván az a legközvetlenebb külföldi befolyás, de ennél pedig nagyobb szerepet töltenek be, bár megszokottabbak is, vagy talán kevésbé volt számomra meglepő, ugye ezek a nyilván különféle alapítványok, úgynevezett civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek. Ez mennyire más, mint az állami egyébként? Tehát mondjuk Soros György a maga alapítványával mennyire más, akinek ugye, mint tudjuk, a Nagy Terv című könyvből önálló külpolitikája van, és ezt végre is tudja hajtani. Mennyire más szereplő, mint mondjuk egy állam? Hát én azt gondolom, hogy sokkal nyíltabban és látványosabban, hogy egy kicsit profánabbul fogalmazzak, pofátlanabbul tudják csinálni alapítványként, hiszen nyilván egy államnak a saját közpénzügyi szabályaira azért valamilyen módon legalább a látszat szintjén ügyelnie kell, és hogyha egy ilyen alapítványról vagy magánszervezetről van szó, akkor nyilvánvalóan a magánvagyonnal mindenki formálisan azt kezd, amit akar, nyilván azért ez jogilag egy kicsit bonyolultabb és komplexebb, de alapvetően mégis ez a megközelítés, akkor a nyilvánvalóan sokkal szabadabban és korlátozások nélkül tudja költeni a pénzt. Tehát itt ebből a szempontból, a végeredmény szempontjából nincs különbség, csak kevesebb szabály köti, hogyha magán módon történik a dolog. Ráadásul, hogyha meggondoljuk, akkor kettős csavar is van a történetben, hiszen nagyon sok ország, akik felsoroltak közül, Egyesült Államok az élen, szövetségesünk NATO-ban, vagy az európai országok, az Európai Unióban szövetségeseink. Tehát milyen logika mentén gondolhatjuk azt végig, hogy egy ilyen egyébként barátinak titulálható szövetségi rendszeren belül, közös érdekve mentén dolgozó rendszeren belül, tulajdonképpen befolyást gyakorolnak az egyik tagországra. És nem csak az egyikre nyilván, hanem az erőpolitikája alapján mindazokra, akik elhajlók, lásd, Babicsot meg lehet dönteni, a lengyeleket is igyekeznek, a magyarokat meg feltétlen. Ez az egyik csavarrész. A másik, itt kerülgetjük a kását bizonyos fokig, de mondjuk ki, hogy a konspiráltan végrehajtott tevékenység az egy titkos szolgálati módszer. Két dolog követheti el, maga a titkos szolgálat. Ő azért mondjuk, hogy legálisabb idézőjeletében, mert a saját országában törvény által biztosított joga bizonyos akciókat, módszereket használni. De van egy másik csoport, ami ugyanígy titkosszolgálati módszerrel működve, tulajdonképpen a saját országában sem védi a törvény, mert magán titkosszolgálati nem létezik, sehol a világon törvényileg nem garantált. Ebből következően ezek a rendszerek, kérdezted, hogy nyílt és nem nyílt megjelenése ugye a fórumoknak, vagy az állam és nem állam létezése. Én azt gondolom, hogy igenis nagyon komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vet föl. És független attól, hogy baráti, nem baráti mondjuk megközelítés van az adott támadó országnak, ezt nagyon gyorsan le kellene zárni, hiszen ha nem teszünk ebben az értelemben konkrét lépéseket, akkor gyakorlatilag semmiféle visszatartó erő nincs a másik oldalon, mert a rábeszélés nem az. Az ő érdeküket képviselik, teszik, ahogy tudják, pontosabban teszik, ahogy engedjük. És ez az a kérdés, amikor egy tulajdonképpen hatalma lévő, ugye ideológiailag alátámasztott kormányzatnak el kell dönteni, hogy ebben a dologban a baráti nemzetközi együttműködés, vagy a nemzet biztonságának a kérdését kezeli hangsúlyosabban. Kettő együtt ebben a kérdésben nem működik. És ez kiegészül még a nagy tech cégek, ugye, akik gyakorlatilag egyrészt, hogyha megnézzük a magyar online hirdetési bevételeknek több mint 50%-a
az a nem magyar szereplőkhöz, tehát nem Magyarországon működő szereplőkhöz, mint Google, Facebook megy. Ők azok, akik egyébként egy következő lépcsőbe, akik miatt bizonyos szavakat, bizonyos témákat nem tudunk fölhozni, mert letiltják ilyenkor az oldalakat, illetve korlátozzák ezeknek az információknak a terjedését a világhálón. Harmadrészt ezek a cégek nagyon nagyvonalúan ebből a több mint 50% elvitt reklámbevételből visszaszoktak osztani időnként különböző tradicionálisabb médiumok között, és hát azért ezt emlékezhetünk, hogy nem is olyan régen, egy pár éve ez egyik ilyen nagy tech cég visszaosztott és egy pályázatot írt ki, ahol csak balliberális médiumok nyertek, nyert az Origo is, majd őtől elvették a pénzt, hogy ő mégse érdemli meg azt. Tehát, hogy itt egy ilyen, ezen, amit elmondtunk, ezen kívül van egy ilyen hármas csavar is, hogy a reklámbevételek nagy részét elveszik, a szólásszabadságot korlátozzák, és még finanszírozzák is, akiről ők azt gondolják, hogy finanszírozásra érdemes, és azok általában nem a konzervatív gondolatok. Olyannyira nem, hogy amit ez a valódi oknyomozás itt a Transzparens újságírási alapítvány részéről kiderített, azért azt már egyszer kipróbálták, tehát 2019-es önkormányzati választás idején a Datadathoz kapcsolható cégháló, amiben Ficsor Ádám, illetve Dorosz Dávid, későbbi budapesti alpolgármester is, a főpolgármester helyettes, bocsánat, szintén részt vett, tehát ez egy olyan cégháló, amit az egykori Gyurcsány-bajnai kabinetek környékénől lévő személyek vezetnek, irányítanak, Ficsor Ádám az egyikük, ő egészen véletlenül titkosszolgálati miniszter volt, Dorosz Dávid pedig a miniszterelnöki hivatal stratégiai tervezésén dolgozott Szigetvári Viktorral együtt. Nos, ők 2019 nyarától kezdve egészen az októberi önkormányzati választásig adathalászást végeztek, vették, kezelték, cserélgették az adatokat, és ezt követően célzott hirdetéseken a Facebookon mozgósítási tevékenységet végeztek, ami egy klasszikus Facebookos szürkezónás tevékenység. Ennek azért meg is lett az eredménye, főpolgármester helyettes személyére, ha nézünk, tehát a Karácsony Gergely megválasztása részben ennek is köszönhető. Dorosz Dávid ezért megkapta a maga jutalmát, de hát úgy tűnik, hogy azért a város vezetéshez se ő, se a főnöke nem ért, őt leváltották, visszament a Párbeszéd nevű ügynökpártnak az irányításába, de a tanulságok itt maradnak, annál is inkább, mert Ficsor Ádám, illetve Dorosz Dávid egy kanadai fenntartású balliberális think tank, ami félig meddig soros pénzből él, angol nyelvű kiadványában megírta a tapasztalatait, tehát ez szabadon PDF formában letölthető az interneten, bárki angol nyelven hozzá tud férni, ahol leírják ezeket a tapasztalatokat, tehát ez a Facebook stratégia, ennek a különböző kiszervezett részben, egészben soros pénzen fenntartott, én is azt gyanítom, hogy ilyen civil hírszerzési technológiákkal is megtámogatott világa. Ez konkrét választást befolyásolt már Magyarországon 2019. októberében. Ennek lett az eredménye, hogy a jobboldali erők egy nagyon sikeres tarlós korszak után elvesztették Budapestet. Két éve Budapest, vagy most már két és fél úgy néz ki, ahogy sajnos kinéz. Tehát elég nagy a tét, hogyha az országunkkal is ezt fogják tudni csinálni, akkor ott olyan súlyos szuverenitás sérelmek fognak történni, amit nem tudom, hogy lehet visszafordítani majd egyáltalán. És hogy mennyire feltűnő egyébként, hogy nem csak az önkormányzati választást követően láthattuk azt, hogy ugyanazok a figurák térnek vissza, akik 2015 voltak ilyen-olyan módon pozícióban, hogy ezek a cégek is, ugye, ahogy Marci is említette, pontosan ugyanazok az emberek vannak mögöttük, tehát megint tényleg ugyanaz a garnitúra, ez a Gyurcsány-Bajnai féle garnitúra fog visszatérni, legalábbis szándékaik szerint ezt szeretnék elérni április 3-án, és azért itt azért érdemes ismét utalni arra, hogy Magyarország ezt a kormányzást már egyszer átélte, és hát elég súlyos következményei voltak, és nem pozitív értelemben, úgyhogy az alternatíva az elég világos, és lehet, hogy valaki unja mondjuk már a gyurcsányozást, meg lehet mondani, hogy ne gyurcsányozzunk, de ha egész egyszerűen a demokratikus választásokon a másik alternatíva az
effektíve, ténylegesen Gyurcsányhoz köthető, akkor mégis miről kellene beszélnünk? Akkor beszélgessünk az időjárásról? Vagy tehát, hogy a gyurcsányozás azért fontos, mert egyszerűen erről van szó, és ismételten láthattuk ennek a bizonyítékát. Ugyanez a helyzet Sorossal egyébként, tehát hogy Soros, hát és hogy már úgy nyugszoros. Ott is mi voltunk az összeesküvés elméletnek a terjesztői, aztán az elmúlt hetekben meg egyértelműen kiderült, hogy ezek a hálózatok tényleg léteznek, és tényleg úgy működnek, ahogy egyébként ezt erről a jobb oldalon évek óta beszélünk. Na jó, de akkor hogy legyen ez a fogyasztóvédelem? Mert ugye ez is fogyasztóvédelem, hogy most beszélünk róla. Az azért eléggé fontos, de lehet ennél többet tenni. Itt javasoltad a fogyasztóvédelemben a felcímkézést, mint ahogy az árucikkeknél felcímkézők. Nagyon sok országban, például az Egyesült Államokban is szokás, törvény van rá, ügynök szervezetnek lehet nyilvánítani bizonyos nyomásgyakorló szerveket a balti államok egy részében. Például nagyon komoly lobby törvény van, tehát napló, és sőt az Európai Parlamentben is naplózni kell, hogy lobbisták mikor és kivel találkoznak. Izraelben konkrét törvény született a Netanyahu kormány idején arról, hogy a Soros György féle szervezetek milyen nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek, az ő kiszorításuk nemzetbiztonsági érdeke Izrael államnak. Lengyelország megpróbálkozott egy médiatörvény beterjesztésével, amilyet végül a közszerzsasági elnök nem írta alá. Ennek a lényege az lett volna, hogy a külföldön bejegyzett médiák nem működhetnek lengyel területen. Jelen pillanatban az orosz ellenes hisztéria csúcspontján a Russia Today-t és még egy sor orosz médiát tiltanak ki Európában, bannolják őket a Facebookon, a Twitterről törlik őket. Tehát azt gondolom, hogy vannak lehetőségek jelen pillanatban, itt minden hangszeren játszik a nyugat ezzel kapcsolatban, Magyarország számára viszont nem egy hisztéria, hanem konkrét nemzetbiztonsági érdek, hogy ezek világosan nyomon követettek legyenek. Igen, de közben azt is láttuk, hogy amikor a civil törvénynél valami hasonló típusú változtatást akart a kormány, vagy meg is csinálta, akkor ebből lett egy európai parlament és európai bizottság. És európai bíróság problémát. Ítélet, így van. Igen. Igen, itt ugye megint arról van szó, hogy a jog, amiről már többször is beszéltünk ebben a műsorban, hogy a jog milyen fontos terület ennek a küzdelemnek, és különösen a szuverenitás kapcsán. Ezek a bírósági döntések, ezek azért általában politikailag motivált döntések, ezt nyugodtan elmondhatjuk, már csak azért is, mert mondjuk például a CEU kapcsán, ugye Magyarországon a CEU-ra is vonatkozó Lex-CEU-nak csúfolt törvény, az lényegében ugye a bajor hasonló törvénynek a mintájára készült, és érdekes módon Bajorországban, Németországban nincs ebből jogállamisági probléma, Magyarországon pedig van. Tehát ugye ez is azt mutatja, hogy van egyfajta kettős mérce a bíróságok részéről, amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek, tehát itt egy politikailag motivált bírósági döntésekről van szó, és összességében ezen a területen is egyébként, meg a összességében az egész témában szerintem úgy lehet valóban igazán küzdeni, hogyha nyíltan és őszintén kommunikálunk erről. Tehát a címkézés az lényegében arról szól többek között, hogy mondjuk el, hogy az nem igaz az a nagyon szépen hangzó narratíva, hogy itt van a politika, és a politikától függet a politikától lényegében párhuzamosan működik a sajtó, ahol ugye kizárólag ilyen gépek dolgoznak érzelem és politikai nézet nélkül, és ugye mindenféle befolyás nélkül csak objektívan tudósítanak a történésekről. Tehát nyilvánvalóan azt világosan el kell mondani, hogy ez nem így van, nem erről van szó, hanem lényegében a sajtótermékek nagy része is, és ezek a szervezetek is politikai tevékenységet folytatnak, politikai szereplők, viszont nincs meg a szükséges demokratikus felhatalmazásuk, amíg a parlamenteknek, és ezen ugye közvetve ezen keresztül a pártoknak és a kormányoknak viszont megvan. És azért azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy demokráciában élünk, és demokratikus környezetben szeretnénk folytatni továbbra is az államnak a működését, akkor nyilvánvalóan a politikai tevékenységet azt ismételten demokratikus legitimációhoz kell kötni. Tehát, hogyha ezek a szervezetek, meg ezek a sajtótermékek indulnának a választásokon, akkor az egy egyenesebb és őszintén helyzet lenne. Egyelőre ott tartunk, hogy szögezzük
tűzzük le mindenképpen, hogy ezek demokratikus legitimáció nélkül végeznek politikai tevékenységet, nem adott esetükben az elszámoltathatóság, amely azért ugye a politikai hatalom esetében, illetve a politikai tevékenység esetében fontos és alapfeltétel, és azért ezekből következnek dolgok, amiket feltétlenül... Magyarországon kinek van nagyobb befolyása, ha már itt elhangzott, a 444-nek, vagy az MSZP-nek? Tehát az meg a másik része a történetnek, hogy ezek a baloldali sajtótermékek sokkal jobban szervezettek és hatékonyabbak, mint az ellenzéki pártok. Penetrációjuk is nagyobb, a társadalomra is jobban, ha ügyeket tudnak napirendre venni, ehhez képest bizonyos ellenzéki pártok, én azt gondolom, hogy ha mi nem emlegetnénk őket folyton, ez most önkritika magammal szemben, akkor való, egyszerűen felszívódnának a társadalom tudatába, mert nem maradna meg. Talán még annyit, hogy természetesen a joggal érdemes gondolkozni és védeni, és szabályokat hozni. De lássuk be, hogy a jog mögött megjelenik egy olyan civil világ lehetősége sajnálatos módon, amely folyamatosan képes megkerülni ezeket a szabályokat. És ezekre kell igazándiból szerintem fókuszálni, amikor védekezni szeretnénk. Mert aki a jogon belül megy, mondhat bármilyen véleményt, mondjuk a hazugságot feltétlenül nem, de nyilván egy politikát képvisel, nincs semleges újságírás, legalábbis az én személyes véleményem szerint, és miért is lenne? Nem a semlegességen van a hangsúly, hanem a korrektségen. Adon a tájékoztatási magatartáson, hogy a sajtónak egy korrekt véleményt kell mondani. Lehet az jobboldali és baloldali korrekt vélemény is. De ami most folyik, nem. Ez egy megvezetés, ez egy gazemberség, ez egy befolyásolás, az én szakmám szerinti aktív intézkedés, amely viszont a jogot megkerüli. Akkor viszont egyéb módon kell védekezni ellene. Ezzel kapcsolatban talán még az, amit én mindenképpen kiemelnék, hogy ez a mostani választási kampányban is nagyon erősen látszik. Itt éppen a minap volt egy interjú a Márki-Zay Péternek, ahol elmondta, ugye korábban ő elmondta, hogy lesznek nagy leleplezések, majd ezeket a leleplezéseket most egy blokk mégse hozza a nyilvánosságra, és ő maga mondta el, hogy ez egy párthoz kötődik ez a blokk, és valakik, vagy ahogy fogalmazott, valaki úgy döntött, hogy ez mégse jelenik meg. Tehát, hogy itt konkrétan tetten érhető és elmondható, hogy adott esetben egy orgánum, az akár a saját egy listán szereplő listavezető szerint is köthető adott esetben egy párthoz, és azok hoznak meg döntéseket, hogy mik kerülnek ki egy blogra, vagy mik nem kerülnek ki egy blogra. Amikor itt a jogról beszéltünk, akkor nem lehet, hogy ezzel bezárult a kör tulajdonképpen, hogy hozunk egy törvényt, szeretnénk nyilvánosságra hozni mindazt, amiről most itt beszéltünk. Majd az Európai Bizottság kötelezettségi szegési eljárás, majd az Európai Bíróság, és akkor a jogi út tulajdonképpen befejeződött. Másik út? Ennél azért ezt egy kicsit komplexebbnek látom, mert ugye valóban maga a szabályalkotás az befejeződött, de a jog ugye mindig alapvetés, és akkor lehet ténylegesen érvényesíteni, hogyha van kellő erő ahhoz, hogy a jogot betartassuk és végrehajtsuk. Ez az egyik, amit ehhez szeretnék kiegészítésként mondani. A másik pedig ugye azért az is nagyon fontos, amiről szintén szoktunk beszélni, ugye a szuverenitás küzdelem az Európai Unió területén is, hogy Európai Egyesült Államok felé megyünk-e, vagy a nemzetállamok Európájánál maradunk. Ebben a vitában és ugye az Európai Bíróság formálisan persze kimondhatja a végső szót azokon a területeken, amelyek az Európai Unió hatáskörébe tartoznak. Viszont amikor ezt a hatáskörét az Európai Bíróság túllépi, és ez elég gyakran történik meg egyébként, akkor a nemzeti alkotmánybíróságok azok, amelyek viszont mégiscsak fel tudják venni a küzdelmet. Ugye a Lengyel Alkotmánybíróság is megtette ezt, de Németországból, Magyarországról és sok más tagállamból tudnánk még hasonló határozatokat idézni, amelyek ennyiből szemben mentek az Európai Unió bíróságával, tehát itt alapvetően ez egy nem eldöntött kérdés egyébként, hogy a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekben az Európai Bíróság vagy a Nemzeti Alkotmánybíróságok jelentik a legmagasabb fórumot, lényegében a következő években ennek a jogi küzdelemnek a kiteljesedését fogjuk látni. Szerintem sokkal rosszabb a helyzet, ugye korábban az volt a történelmi tapasztalat, hogy a háború az a politika folytatása más eszközökkel. Most gyakorlatilag a jog és a jogi csatározások a politika folytatása más eszközökkel, ahol a politikában valamilyen szabály vagy különböző politikai erők vagy országoknak a véleménye miatt nem sikerül dűlőre ütni, nem sikerül azt a mainstream véleményt átnyomni
a különböző fórumokon, akkor ez átterelődik egy ilyen jurisztokratikus bírósági procedúrába, ahol hogy nem a végén azért mindig az jön ki, hogy hát az európai egység, meg az európai érdekek és értékek miatt így és így és így kell ezt folytatni, és koronatok kezdve nem az van, hogy ez egy politikai vitában dőlt el, hanem egy bírósági ítélet, hát ezt mondtam el a jog. De ez egyébként ez tudatos stratégia, hogy megint a demokratikus legitimációt emlegessem, hogy a demokratikus parlamentektől akarják elvenni a döntési jogot, mert ugye ők a morál és a szakértelem jegyében tudják, hogy mi a helyes irány. Tehát ne a nép mondja meg, meg ne a parlament, amit a nép választ meg, az mondja meg, hogy miről van szó, hanem majd a bíróságok megmondják, hiszen ők azok, akik értenek hozzá. Persze a bíróságoknak nem ez a dolga, meg nem erre vannak felhatalmazva, de ettől függetlenül ezt a stratégiát a progresszív oldalon tudatosan alkalmazzák. Ha már a népről beszéltél, akkor hát nézzük meg, hogy mit mondott a nép mondjuk az elmúlt héten, március 15-én például. Ugye arról beszéltünk itt az elején, hogy azt ígértük a nézőinknek, hogy a mozgalmi energiákról is beszélünk egy kicsit. Mit mondott a hétvége a mozgalmi energia szempontjából, vagyis március 15-e? Hát a nép azt mondta, hogy 500 000-an a nép kiment az utcára, és azt mondta, hogy a taláros diktatúra helyett például bevándorlás, illegális migráció helyett, Európai Egyesült Államok helyett egy szuverén Magyarországot szeretne. Ez ellen volt szintén egy alternatíva, ez az alternatíva egy szokványos tüntetésnek a mondjuk, én most nagyon megengedő leszek, mondjuk 10-12 000 fős tüntetéseként valósult meg. A számok összemérhetők, tehát amikor sokan azt mondják, hogy ne menjünk bele a számháborúba, akkor én ezt egyáltalán nem tartom egy politológusként se egy védhető véleménynek, tehát ezt tessék tudomásul venni, hogy a nemzeti ünnepeink a Magyarország történelmi politikai hagyományából, a tüntetések koreográfiájából és szokásjogból, szokásrendből kifolyólag a nemzeti ünnepeink mobilizációs mérkőzések, nincsen ezzel az ég adta világon semmi baj, mindenki a maga szája íze szerint egy demokráciában felvonulhat, én szerintem tegye is meg, rendbontás nélkül, békés módon, és nagyon, tehát maga egy tüntetésnek a koreográfiája, a helyszínválasztás például annak a megrendezése összesűrűsíti a népnek a pozitív energiáit, ebből aztán később be lehet spájzolni, ezt lehet ezt a mozgalmi energiát kamatoztatni, és ez a mozgalmi energia lesz az, ami egyébként velünk marad még néhány hétig, és aztán az április 3-ai nagy pillanatig, amikor a népszuverenitás döntést fog hozni, kicsúcsosodik. Az a békemenet, vagy ha tetszik, az a felvonulás, vagy ha tetszik, az a szolidaritás, ami a Fidesz-KDNP és a magyar kormány támogatása mögött önkéntes hozzájárulással kialakult, 500 000 ember részvételével, ez konkrétan összemérhető a 10-12 000 fős ellenzéki tüntetéssel, és én azt gondolom, hogy ezt a mozgalmi energiát, ezt rendszeresen karba kell tartani, ennek logisztikája van, ennek elmélete van, gyakorlata van, nagyon komolyan kell venni, abban az esetben, hogyha egy nemhogy egy ellenzéki párt, itt 6 vagy 7 ellenzéki párt összesen ennyire volt képes, számoltam a televízióban, egy olyan 1-2 magyar zászlót, ha tudtam látni, a gyűlöleten, az Orbán utálaton, a folyamatos akarnokságon és követelőzésen kívül semmilyen pozitív mozgósító erőt nem fedeztem fel. Én sajnálom, hogy ez így van, azért ha már baloldalról beszélünk, azért a magyar baloldalnak van mozgalmi hagyománya a két világháború között, nagyon komoly politikai ereje volt, tüntetései, sztrájkjai, szakszervezetei voltak, írói voltak olyanok, mint Kassák Lajos, vagy József Attila, tehát megvolt a hagyománya, ebből ma egy kívülről rángatott ügynökpártokból összeálló Gyurcsány komplexum alakult, erre 10-12 000 ember volt kíváncsi, Orbán Viktor mögött meg 500 000-an vonultak fel, tehát nem tudom, hogy ezek után még kell-e valamit mondanom, Ildikó, hogy a összödi beszéddel fejezzem be. Egy nagy különbség a baloldal hagyományához, és említetted itt a két háború közötti időszakot, akkor ők éppen a
karlendítők ellen vonultak, és nem a karlendítőkkel. Tehát ez azért egy lényeges különbség, és szerintem azért ilyen szempontból az emberek bölcsessége is látszik ebből, hogy ezt nem lehet elmagyarázni, hogy hát igen, azért, mert amit elmondtál, különböző okok, a megosztottság adott esetben a gyűlölet bizonyos személyekkel és gondolatokkal szemben, az nem képes megmagyarázni azt, hogy igen, korábban ellenük vonultunk, most pedig velük vonulunk, miért is? Nézzük meg az innovációkat ebben a, mondjuk úgy, hogy a mozgalmi energiák karbantartásában, amit említettél, hogy ennek eszköze lehet mondjuk a népszavazás, ennek az eszköze lehet mondjuk a nemzeti konzultáció, és még milyen eszközei lehetnek? Hát ennek az abszolút eszköze a polgári körök múltja. Bizony. Tehát nagyon, amit a Marci mondott, kapaszkodnék bele, hogy természetesen vannak ünnepeink, és az emberek az ünnepi alkalmakkor kinyilvánítanak nagyon szívesen, hiszen még szabadságnap is van, így fogalmazza kicsit profán módon. De aztán jönnek a szürke hétköznapok. És hogyha a másik oldal szervezettségi képessége jobb, akkor az ünnepek mértékaránya nem fogja dominálni a végeredményt. És ezt ne felejtsük el. Tehát a félmillió sok, a 12-höz képest pedig látványos. De a szervezettség a baloldalnak mindig is erős volt, úgynevezett, hát ilyen titkosszolgálati, már bocsánat, hogy ezt hozom elő, de két olyan rendszer létezett a történelemben, amely az egy hálózatépítésben tökéleteset alkotott, a titkosszolgálat, hisz dolga volt, és a munkás mozgalom, amely tulajdonképpen így nőtte ki magát politikai erőtérré. Tehát ennek a tudatosság, ennek a képessége nem veszett el. Tehát én a 12.000-ben nem azt látom, hogy tulajdonképpen itt a tömeg eltűnt volna. Én azt látom, hogy ők nem ezt a fajta megnyilatkozást, a nyílt bemutatkozást erősítik, és nem ezt fogják követni a következő erős két hétben, még a választásokat megelőzően sem, egyébként utána sem. Ebben hasonlít arra, amit a sajtóról beszéltünk az elmúlt 3-4 órában? Így van, abszolút. Tehát én azt akarom mondani, hogy a jobb oldalnak az a képessége, amelyik tulajdonképpen ugyanezt a fajta, mondjuk úgy konspirált, nem konspirált, mindenképpen hálózat képességet jelenti, ez lényegesen gyengébb. És a polgári köröket nem véletlenül mondtam, mert volt egy olyan történelmi pillanat, amikor ennek a hangsúlya meg tudott jelenni, és bebizonyosodott, hogy igenis a polgári értékek mellett kardoskodó, vagy amellett kiálló emberek egy ellenzéki politikai rendszerben, hiszen 2002 és 10 közöttről beszélünk, föl tudták vállalni, fölvállalták, és a 2010 sikerében nagyon döntő szerepe volt. Mert olyan magyarázatokat kaptak gyakorlatilag 8 éven keresztül, az egymás karbantartásán keresztül, és azzal együtt élésben, amelyre a politika nem képes kampányidőszakban, csak annak a töredékére. És én erre mondjuk úgy appellálnék és hívnám fel a figyelmet, hogy az igazi ellenség a másik oldalon, nem Brüsszel, nem a jogi bíróságok csűrése, csavarása, hanem az az NGO rendszer, amelyet a Nyílt Társadalom Alapítványnak hívott háttér, hatalom, ha így fogalmazok, nagyon ügyesen vett észre, és mondta, hogy a pártok mellől inkább lemegyek a tömegekhez direkt módon, őket szervezem meg, és ezt a bizonyos erőteret használom azokra a pártoknak a támogatására, akit én alkalmasnak tartok, az elveim vagy az érdekeim képviseletére. És ez egy nagyon figyelmeztető jel. Tehát nekünk is ezen az úton, most úgy értem nekünk, hogy a normalitás, vagy a jobboldali értékek, vagy az emberi norma értékeit képviselőknek, el kell gondolkodni, és el kell indulni. Amit mondasz, azzal csak egyet érteni tudok. Szerintem is félő, hogy van egy ilyen politikai alvilág, egy ilyen NGO televény, ahol meg tudnak tapadni ezek a szervezetek. Ugyanakkor szerintem ezek a nyílt színű felvonulással, vagy békemenettel, ahogy hívjuk, nevezzük, támogatott civil kezdeményezések azért erőt sugallanak, és öntudatot és önbizalmat adnak. Tehát azért én emlékszem a mostani, még az ezelőtti, tehát az október 23-ai békemenetre, ahol hát azelőtt sok ideig nem volt, hiszen hát a Covid-járvány miatt nem lehetett tartani, és én emlékszem
az emberekre, akik akkor kilátogattak és részt vettek ezen a békemeneten. Nagyon sokakban volt nem haragról beszélnénk, de hogy állandóan szégyenítve volt a jobboldali tábor. Tehát főleg Márki-Zay Péternek a mosdatlan és minden társadalmi réteget megsértő beszédmódjával. Tehát bűnözők, aberráltak, nem is tudom, talán gombák és más szavakat. Keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni. Keresztrejtvényt se megfejteni tudó nők és egyéb. Tehát borzasztó mosdatlan szavak jöttek, folyamatos volt a korrupció, a diktatúrázás. Jobboldali tábor számára egy fenséges, magasztos, nemzeti ünnepen való közös szolidáris kiállás egyszerűen lelki szükséglet volt. Ez, tehát amiről beszélünk, szerintem ez a kettő egymással párhuzamosan működik, és azért egy valamivel legyünk tisztában, amikor mi hálózatot szervezünk jobbról, az mindig nyílt sisakos. Mert mi jobboldaliak ilyenek vagyunk. A konzervatív ember az ilyen, persze kell a titkos munka is, én sem mondom, hogy nem kell. Van, amikor a dolog természete olyat kíván, én azt gondolom, hogy a jobboldali politika az mindig nyílt sisakos politika, és a másik oldalon pedig sokkal inkább szeretik a konspirációt, az illegális pártmunkát, illetve ezt az NGO televényt, amit egyébként nagyon nehéz felfejteni. Egyébként ettől függetlenül, mindettől függetlenül, ami elhangzott, és amikkel én is egyetértek, azért azt kijelenthetjük, hogy pont a polgári körökből kinőve, ugye Magyarországon a jobb oldal az lényegében azért sokkal erősebb, most sokkal erősebb aktuális társadalmi beágyazottsággal rendelkezik az egész magyar társadalomban, mint a baloldal, különösen a baloldali pártokhoz képest a Fidesz-KDNP, és azt gondolom, hogy ez egyébként azért is lehet így, mert ez a kormányzás és ezek a pártok, ezek tényleg az embereknek a hétköznapi problémáira reagálnak, olyan politikát folytatnak, amely ténylegesen az egyszerű embereknek az életét jobbá teszi azzal, hogy munkahelyet teremt, azzal, hogy rezsicsökkentés vezet be, azzal, hogy megteremti Magyarország biztonságát, és akkor lehetne sorolni ezeket a lépéseket. Míg egyébként a baloldalról meg folyamatosan ilyen értelmiségi problémákkal való foglalkozást láthatnak az egyszerű emberek is. Tehát folyamatosan arról beszélnek, hogy mi van a jogállamisággal, arról beszélnek, hogy mi van a civil szervezeteknek a helyzetével, ami civil szervezetek alatt ugye azt a néhány szervezetet értik, amik nem is ágyazódtak be a társadalomba. Nevezük nem kormányzati szervezetnek, igen, és az alállóbbak. 12 soros NGO-ról van szó, igen, összesen. És 12 vagy 14 Magyarországon önkéntesen megalakult civil szervezetből 60 ezer van. Igen. Ebből 14 darabban van a probléma. Igen, és ugye a baloldal az nem a hétköznapi emberek problémáival, meg nem az élet jobbátételével foglalkozik, hanem azzal, hogy a tankönyvekben ezt olvastam, és annak így kéne lennie, meg hogy adott esetben egy szabályozási kérdésben miben nem értenek egyet a kormánnyal. Tehát alapvetően azért azt gondolom, hogy a társadalmi beágyazottságnak az erőssége az ezen is múlik, az elvégzett szervezési munka mellett, azon is, hogy milyen tartalommal politizál egy politikai erő. Meg tudjuk nézni egy kicsit a népszavazást. Április 3-án népszavazás is lesz most a gyermekvédelmi kérdésekben. De ugye volt már egy kóta népszavazásunk is, tehát ezeknek a népszavazásoknak milyen helyük van a magyar politikai rendszerben? Azért is kérdezem ezt, mert népszavazásokat, ugye a vizitíra emlékszem, a kóta népszavazásra, tehát a jobb oldal kezdeményezett javarészt. A lényege az, hogy a jobb oldalnak olyan társadalompolitikai üzenete van, ami a mondjuk ezt, hogy a fideszes törzsszavazón és a kormány döntéseivel többnyire egyetértő perem szavazókon kívül is, tehát azokon túl is tud társadalmi egyetértési pontokat. Tehát a kvóta az klasszikusan ilyen, a kvóta népszavazás, az is ilyen, ugye, de hát ilyen volt a 2008-as szociális népszavazás, és azt hiszem, hogy a gyermekvédelem szintén ugyanilyen téma. Ezeket a témákat azonban meg kell találni. Tehát amikor meghallgatjuk az ellenzéki, a magyarországi baloldal üzeneteit, akkor nagyon szűk társadalmilag alig mérhető részérdekeknek a belekapaszkodása van, jogállam diskurzus van, ami a te hozzád hasonló jogászokon kívül. Én például nem feltétlenül tudom ezt értelmezni, úgyhogy mindig örömmel hallgatom, hogy miről is van szó, mert én tényleg nem nagyon értem, és nem hiszem, hogy a társadalom... De te képviseled a többséget ebből a szempontból. És nem, köszönöm, tehát szépen, elvállalom, igen, és nem hiszem, hogy a többség ezt tudja értelmezni. Nagyon fontos konszenzus
képes társadalmi egyetértésre találó pontokat találni, hogy a népszavazás mindig ilyen témáról szól, az valójában a társadalmi kohéziót tudja erősíteni. Ez nagyon fontos az állam stabilitása érdekében is. Azt látom, hogy az elmúlt időkben legalábbis a baloldal ettől óckodott a népszavazási kérdésektől. Most ugyan van egy kezdeményezés, amit majd ősszel meg lehet rendezni, de egyébként nem nagyon voltak ilyen kezdeményezései. Ezt meg tudjátok mondani, hogy miért? Hát nincsenek kezdeményezései. Ugye a Orbán kormány 10-12 év alatt gyakorlatilag, hogy itt elhangzott, olyan témákat vett elő, amely valóban az embereket érdekelte. Vagy megoldotta, vagy engedélyt kérte, hogy megoldhassa. Tehát nem maradnak témák, azért lássuk be ilyen értelemben. Itt most a jobb és baloldal politikai megfogalmazása azért lényegesen átalakult itt a 21. században. Tehát a meg akarom oldani a nemzetem érdekeit, nemzetből indulok ki, és meg akarom oldani az emberek mindennapi problémán összefüggő kérdéseket, vagy nemzetköziségből indulok ki, ugye Európa Egyesült Államok problematikájából, és akkor azért annyira nem fontos, hogy azon belül egy szűkebb csapat, elnézést a nemzet minősítésért, az tulajdonképpen ebben a folyamatban most éppen hol tart. Majd amikor meg lesz az egység, az internacionalizmus ilyen értelemben, akkor mindenkinek jó lesz. Tehát azt gondolom, egyrészt nincs témájuk, nem is törekszenek a témára, és jobban szeretik a konspirációt. Meg ugyan megint arról van szó, hogy a népszavazás az a közvetlen demokrácia eszköz, ez egy demokratikus eszköz, de ők nem demokratikus eszközöket szeretnének keresni és még jobban bővíteni, hanem ugye, ahogy az előbb is beszéltük, pontosan arra törekszenek, hogy inkább a jog, meg inkább a szakértők, meg inkább az elit döntse el a fontos kérdéseket, és ne a nép, tehát nem is akarják a népszavazás eszközeinek a lehetőségét bővíteni, mert nekik nem ez a politikai céljuk. Zoli, a végszó, úgy látom a tiéd. Itt ugye a mostani népszavazás kapcsán is, hogy ennek mi az alapja? Az alapja az az, és érdemes az Elti Mandinerbe Perccel Forintos Dórával készített interjút elolvasni, aki a Soténak a professzorasszonya, és ő elmondja és leírja, hogy gyakorlatilag egy-két tízezreléknek a problémája az kerül be a teljes oktatási rendszerbe, vagy annak a pusholása és nyomasztása a teljes óvodai, iskolai rendszerbe, és ezek az igényeknek a fölmerülése, ez hívta életre ezt a mostani népszavazást is, ahol ne legyen az, hogy egy-két tízezereléknek a problémája, az a teljes felnövekvő magyar fiatal generációnak egy A problémájában válik. Hát, köszönöm nektek a beszélgetést. Következő héten folytatjuk, kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, adásunk visszanézhető a mediaclip.hu oldalon, és természetesen a YouTube-on is. Mit leszünk jövő vasárnap is, köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!